Sziasztok! Ismét egy napsütéses csütörtök délelőttön köszöntelek benneteket innen az Oxygen Wellness Naphegyről, és a heti szokásos gerinc tréning órát hoztam nektek. Mai órához semmire nem lesz szükség, csak a vizetekre, matracra, törölközőre és saját magatokra, a figyelmetekre, és nem húzom az időt, kezdjünk neki. Közben ugye természetesen erőteljes testtartásjavítás, alakformálás és erősítés fog történni. Egy kényelmes, de ne túl szűk terpezbe álljatok be. Feszítsetek rá picit a farizomra, feszítsetek rá picit a hasizomra, nyújtózkodjatok teljes gerincoszloppal, fejtetővel hoztam fölfelé, karokvállak lazán a tested mellett, és kezdjünk neki. Szívd be a levegőt, és fújd ki. Szívd be, fújd ki. Szívbe tartsd meg, fönn nyújtva a tér, nyújtva a kar, és nyújtózkodsz vállból fölfelé, követed a szemeddel a kézfejeket, nézel utána, nyújtózol, még egyet, engedd vissza a vállakat, nyújtózz egy utolsót együtt, fújd ki a levegőt, engedd le a kart és a fejedet is, és indíts el óvatos és lassú félköríves fejmozgást, lassan, óvatosan az elején, füled közeledjen, hol az egyik, hol a másik vállat felé. Mozdítsd és engedd le középen. Még egy ilyen kör. Hozd vissza, és a következő félkörtől pedig már fordítod a fejedet. És próbálsz pillantani a vállad mögé. Gyere, még egy ilyen kör, és hozd vissza középre, emeld vissza a fejedet, és jöhet válkörzés, hátrafele, és gyere, jöhetsz előrefelé. Jó, majd együtt felhúzod mindkét vállad a füled felé, tenyér erejével letolod, húzd föl, told le még egyszer, húzd föl, tord le, engedd ki a tenyered, és váltva egyik oldalt húz a váll, másik oldalt letolod. Húzod, tolod együtt. Húzod, tolod együtt. Még egyszer. Majd engedd vissza. Emeld a kard oldalsó középtartásba. Domboríts hátra a hátaddal, öleld meg magad. Majd nyisd a mellkas, nyisd a kard. Ellentétesen keresztezd, domboríts hátra, hajtsd le a fejed. Nyisd a kard, nyisd a mellkas. Fújd a levegőt domborításkor, szívd a levegőt, amikor kitárod a mellkast és a kard. Még egyszer. Jó, és mozdulj picit nagyobbba. Kezd el a lábakat picit behajlítani. Kezdj el a hátra domborítás mellett egy picikét, egész picit lefelé domborítani a gerincoszloppal. Használd a teljes hátat, használd a teljes gerincoszlopodat, de csak finoman, óvatosan. Hajlítsd a térdeket, fújd a levegőt, mutatom oldalt, domboríts, billensd a medencét, tárd a kard, mellkast, fújd a levegőt. Még egyet így, fújod, és engedd le a kard, picit irányt váltunk, lefele haladunk, jobban hajlítod a térdet, és hátra vezeted a kard, ugyanúgy tárod a mellkast, megemel az áll, a teljes gerincoszlopodat használod, domborítás és homorítás, mindkét irányú hajlítás történik a gerincoszlopba, de nagyon óvatosan, nagyon finom mozdulatokkal. Egyre többet fog a tested engedni, ahogy melegszik be. Ereszkedj le. Szívd be a levegőt, végig lazák a karok és a vállak. Hajlítsd a térded, érítsd meg most már a talaj, domboríts egyre többet, és homoríthatsz is egyre többet, de csak addig, amíg jól esik és kellemes érzés neked. És még egyszer. És állj meg, és engedd a vállad egyik irányba, told a csípőd ellentétesen, és cserélsz. Figyelj rá, hogy ne hagyd, hogy előre essen a döntéshelyzetkor a vállad, két fal között
besimítva dolgozol. Told a csípőn. Jó, húzhatod a könyököd felfelé. Húzol. Lehet többet hajlítani oldalra. Másik kezedet simítsd végig a lábadon. És jöhet a karnyújtózás. Nyújtózz el. Ne feledkezz meg a csípőtolásról sem ellentétes oldalon. Tartsd meg a hasad. Ugye beállítottuk az óra elején azt a pici ráfeszített tónust. Hagyd meg benne. Jó, állj meg, nyiss egy fél lábfelnyit, és jöhet az oldalra hajlítás, térd hajlítása. Támasztod a combodat. Lehet alkarral is támasztani, vagy a tenyereddel. Nyújtózol, 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 még egy kör. Nyúj utána. Nyúj utána, állj meg középen. Második fokú döntés, oldalsó középtartás, leenged a talajra, vissza és feláll. Döntesz, leenged a talajra, a törzs és tenyérrel érinted, visszaállsz. Fölfele, használd az utolsó negyedik ütemnél a farizmodat erőteljesen, oldalsó középtartás, és most ráfeszítesz a farizmodra. Azt fogja visszahozni szinte az egész tested, ráfeszítesz. Megállsz második fokú döntésben, kicsit a lábfejeket kifele forgathatod, megtámasztod a combokat, és jöhet a válfordítás, törzsfordítás, fejfordítás nélkül, stabil medence mellett fordítod, egyenes marad, a gerincoszlop nyújtózol felfelé. Állj meg középen, és jöhet a lábmunka, nyúlik a térd, enged a csípőfenék, lefelé, hátra, kis sámlidra, enged hátra, tartsd a hasad, egyenes a gerincoszlop, hozzáteheted a válfordítást, törzsfordítást. Teljes mozgástartományon dolgoz. Jöhet a karnyújtózás a hajlított térd mögé, megérinted a talajt, kiemeled a lapockákat, megnyújtózol hosszan. Tartod ezt a mozgást, csak a karacom mellől egyből a törzsed mellé kerül, még mindig lent vagy második fokú döntésbe. Nagy félköríves mozdulattá vált az eddigi srévizavé mozgásod, és ugyanezt a mozgást megtartva, fokozatosan gyere fel a függőlegesbe. Megérkezel. Na még egy kör. Nyújtózol. És megállsz középen. És néhány plié. Befele nagy körrel. Tartsd meg a két fal között a besimult állapotot. Ne engedd előre a törzsed, ne told hátra a feneked. Forgasd egy picit még jobban kifelé a lábfejeket. Feszíts rá a farizomra, segít. Jó, állj meg, és cseréld meg a karkörzés irányát. Gyere még néhányat. Engedd a medencét. Inkább kevesebbet engedj, kevesebb legyen a térdhajlítás. De tartsd meg magad képzeletben a két fal között. Na még egyet. Jó, állj meg, engedd le a kart. Lábfej segítségével zárd be a lábad. Feszítsd meg a farizmot, csípőn a kéz. Szép elegánsan állsz és húzz a térd. Húzod, húzod. Dinamikusan föl a mellkasig. Jöhet oldalirányba, medence fordítás nélkül. Jó, és jöhet hátra, megérint a fenék. Na még egy. Jó, megállsz, és picit érintsd, spiccel a talajt lábujjakkal. Majd a sarokkal. Jó, állj meg, engedd le magad első fokú döntésbe, támaszd meg a combot, és jöhet néhány térdkörzés egyik irányba, majd a másik irányba. Majd megállsz, és egy nagy domborítás, majd egyenes egy vissza, még egyszer, és a következőnél fölállsz, és válkörzéssel
Fölegyenesedsz, és elbillent a fej, és ráfogsz, és finoman megnyújtod a vállövet. Visszaemel, és elbillented a másik irányba, megnyújtod a másik irányt is. És visszaemeled, leenged a kar, első gyakorlat, kényelmes terpezbe, de ugyanúgy, mint a melegítés kezdetekor, ne legyen túl szűk a láb, de majd mindjárt fogsz tudni közbeigazítani, jó? Helyezd oldalsó középtartásba a karokat, laza vállak, hosszú karok, hosszú a nyakad, nem tűnik el, nem húzod fel a vállad, és feszíted magad. És a feladat annyi lesz, hogy teszel egy negyed fordulatot, és leereszkedsz kitörés helyzetbe, majd visszajössz, és jöhetsz a másik irányba, és visszajössz. És csak csináljuk, és mindent mondani fogok közben, amikor változtatunk. Fordulj el, engedd le magad. Figyelj rá, hogy a törzs helyzete végig függőleges marad, és nem változik. És minden mozgás irány, a medencével, lábbal is, csak függőleges, lefele és fölfelé. Nincsen a kitöréskor, csípő, medencetolás, ugye előre, vissza. És a kitörés helyzetébe az előn lévő hajlított térd megtart a bokád fölött szigorúan, és vissza. Jó, egy picit tovább megyünk. Fordulsz, leereszkedsz, és innen fölhúzod a lábat hajlítva, vissza, és középről átfordulsz a másik irányba. Jön a kitörés, fölhúzod, és vissza. Lassan dolgozz, és húzd föl. Koncentrálj, engedd vissza, és közép, és átfordul, és húzod föl, és engeded vissza, és középen vagy. Leengeded, húzod föl, vissza. Tart a has. Picit változtatunk, hozzáteszünk egy kis karmunkát, engedd le, és hogy lereszkedsz kitörésbe, egyik kar föl, másik le és onnan hátra, és vissza, és középről, amikor fordulsz, leenged a kar, ellentétes kar föl, másik lentről hátra. Használd a vállizmokat, tehát a föl, told még hátrébb, húzd még hátrébb vállból a kart. Ugyanúgy, mint az alul lévő kart is, a vállizmok segítségével viszed még hátra. A mozgás irány mit sem változott, a karok is csak függőleges irányú mozgást végeznek. Ugye föl és le, csak úgy, mint a láb, és azt követi a törzs. Húzod hátra, illetve ugye, azok a plusz pici mozgások, amit a vállizmok segítségével hátra fele végzel, azok az egyedüli eltérések a függőleges iránytól. Figyelj mindenre, előn lévő térd a kitöréskor szigorúan a boka fölött megtart, és jöhet. És letart a has. És ugye tulajdonképpen ennél a feladatnál csak a négy végtagunk végez mozgást, és a teljes törzsed, törzsizomzat a stabilitásra törekszik, és a stabilitásod érdekében feszül be minden izom benne. Na, még egyszer. És figyelj, kétszer fogod fölhúzni, fölemelni, nem is húzni, fölemelni.
gyakorlat egyensúlyozós hatásfokát, de ne feledkezz meg az eddigiekről. Amikor ugye a karok mozdulnak kitörés helyzetébe, nagyon kell figyelned arra is, hogy megtartsd erőteljesen a hasizmokat, hogy ne legyen az, hogy belemegy a derekad, mert ahogy próbálod a fálból dolgoztatni a karjaidat, kienged a derék, és ugye túlterheled az alsó háti deréktáji gerincoszlop részt. És engedd le. Gyere még egy kör, jó? És megállsz középen, nem lazítunk, csak beforgatod a lábfejedet előre fele nézve, előre néz a térd, lábfej, ugyanúgy egyenes a testtartásod, ráfeszítesz most még jobban a farizmokra, megemeled a két kart, keresztezz össze a hüvelyk ujjaidat, és így simítsd össze a tenyered, és a két hüvelyk ujjat keresztezésével fogod tudni összetartani, és azt kérlek, tedd is meg. Nyújtózkodj felfelé, törzs mellett, fül mellett, de ne válbolj, jó? És csak így tartod magad. És nagyon szép lassan engedd le magad második fokú döntésbe, megtartva ezt a nyújtózást, és emelkedj vissza. Lehet, hogy ez olyan kis egyszerűnek tűnik, vagy könnyűnek. Na már most, aki ezt csinálja velem most, vagy bármikor, akkor ez már az elsőnél fogja tudni, pláne, hogy előtte már dolgoztattuk az izmainkat és a karokat, a vállakat, ugye? Hogy azért annyira nem könnyű. Engedd le lassan, és emeld vissza. Feszes láb és combizom, annál is feszesebb farizom, és vállizmok segítségével tartod a karokat nyújtva, tenyérrel össze, hüvelykújjak egymásba kapaszkodva. Az fog segíteni ott tartani, de nem könnyű. Engedd le, és végig megtartod a gerinc teljesen nyújtott állapotát. Következőnél egy picit megállunk ott a második fokba, és végigvezetem, mit érez. Ugye a gerinc legalsó része farokcsonti résszel hátrafele nyújtózol, megtartod a hasad erőteljes tónusát, és onnantól fölfelé a teljes gerincoszloppal, nyakkal, fejtetővel, majd ugye a karok, kézújjakkal pedig előre. És gyere, emelkedj vissza. Ha jól csináltad, már izzadsz. És engedd le, most nem tartjuk meg. És jössz vissza. És egy picit tovább megyünk. Engedd le. Megtartva ezt a nyújtózást, amit az előbb el is magyaráztam, engeded a törzset tovább. Nem a kart, nem a fejed külön, a törzsedet, a kart az csak ott tartod, ahol eddig is. Engedd le magad második fokba. Minden tart, csak a törzs dönt. És visszaemel. És jössz föl. Jó, még három ilyen kör. Ezt csináld végig. És gyere lejjebb. Ne engedd le a kart. Ne hagyd pihenni a vállizmokat. Ne engedd bele a derekad. Vissza. Megtart. Tart a has. Nem engedd be a fej, nem engedd le a kar, és gyere, jön az utolsó. Engedd le magad. Gyere lejjebb, tart a kar fül mellett. Emeld vissza, tart a kar. És gyere vissza. És most engeded le. Jó, és most jön az
az első. Pici pihi, szűkíts a lábadon, csípős szélességig közbe csinálj néhány válkörzést, engedd le a törzsen, és jöhet pici mobilizáló, domborítás, egyenesedés. Fújd a levegőt domborításkor, egyenesedéskor beszívod, fújod. Jó. És innen csak lassan ereszkedj rá a lábadra, picit hajlítsd be jobban, kis székre, érintsd meg kézujjakkal a talajt, és csak maradj itt egy picit, teljesen laza a törzs, a fej, a nyak. A lábban természetesen ugye aktívak a combizmok, farizmok, és picit próbáld fölnyújtani a lábad anélkül, hogy használnád a kart, a törzsed, csak amennyire megy. Végig teljesen laza a törzs. Össze is foghatod a könyököd, és csak nyújts rá. És még egyszer, és nyújts rá, és még egyszer hajlítsd be, engedd ki a kezed, és picit domborítasz, és visszaereszkedsz, domborítasz, visszaereszkedsz, domborít, visszaereszkedsz, és most csak a lábad nyújtott ki. És egy picit kilógatott, hagyd lazuljon a láb is teljesen. Majd csigolyáról csigolyára domború háttal fölgördülsz, szívd be a levegőt, és fújt ki. Picit mozgasd meg magad, és még egy teljes legördülés lesz, illetve nem még egy, a mai órán még csak fölgördülés volt, teljes fölgördülés. Jó, így áll egy kortyot, és megyünk le a talajos gyakorlatok fele, ma csak ennyi volt az álló. Jó, a matracod végére állj, kényelmes csípőszéles terpezve, és jöhet még egy nagy levegő, nyújtózkodj felfelé, és ahogy kifújod, csigolyáról csigolyára domboruháttal, legördülsz teljesen, egy pillanatra belelazulsz, és már is gördülsz föl, szívd be a levegőt, ismételjük ezt így még egyszer, gördülj le, és gördülj föl, szívd be a levegőt, és gördülj le, és picit maradj itt, lógj, lazítsd a vállad, majd vezesd hátra a karokat, fűzd össze a kézujjait, és ezt a lógás helyzetet megtartva a karokat engedd hátra. Fejed mögé, a talaj felé, hagyd egy picit így is a vállakat, karokat lazulni, maradj benne. Jó, majd óvatosan vezesd vissza a kart a fenekedre, és onnan engedd le, és sétálj előre, fekvő támasz helyzetbe, picit tartsd meg, engedd le a térdeket, és gyere föl. Következő kiinduló helyzetünk, előre helyezed az egyik lábadat, és hátul nyújtod a másikat, és megemeled, és leérinted mindkét kézujjakat, vagy legalábbis közelítesz, tehát teljesen egyenes a gerincoszlop, nem hasalunk, nem fekszünk rá a lábra, tartjuk a hasat, és annyit döntünk előre, hogy kényelmesen a kézujjak közelítsék a szőnyeget. Meg van támasztva hátul a lábad, és aktív lábizommal tartod magad. Nyakad, fejed, a hátad meghosszabbítása. És csak elfordulunk, az előn lévő tért felé emel a kar, majd a másik irányba, és vissza. Fordulsz, nézel utána, emel a kar, és jön a másik, és vissza. Hátul lévő láb nyújtva, lábujjak betámasztva, előn lévő tért hajlítva, térdek szigorúan maradnak a bokád fölött. És fordul. És fordul. És fordul. És
És még egy kör így. Aztán picit más csinálunk a karral. Jó, és most körzünk, ugyanúgy nézel utána végig. És nagy kör, és jössz vissza. Nem hasalsz rá, nem engeded rá magad a lábra. Lehet, hogy természetesen odaér a törzsed, azzal nincs baj. De tartsd aktívan a hasizmokat, és tartsd aktívan a teljes hátizomzatodat és törzsizomzatodat is. És körzöl. És nagy kör, nézel utána. Ez sem könnyű, ha helyesen végzed. Jó, és figyelj, jöhet újra a fordítás, és most ugyanebben az irányba megcsinálod a körzést. És visszajöhet a másik, kifordulsz. És jöhet a körzés. Ne helyeztess súlyt a kezekre, tartsd magad. Mindjárt készen vagyunk erre az oldalra. És kör. Fordul. És nagy kör a karral. Fordul. És jön az utolsó kör. Gyere már, csak ezt kell megcsinálnod helyesen, teljesen jól. Fordul. És körbe. Megtartod. És először hajlítod a hátul lévő lábad. Leengeded a kart. Behozod a lábad a másik mellé. És hátra engeded a feneked a sarkadra, homlokod a szőnyegen, és picit megnyújtózol előre karral, vállakkal, fenekedet lent tartod a sarkadon. Jó, majd egy picit csak lazulj bele, maradj itt. Pihenj meg, hagyd regenerálódni a tested. Picit húzd még közelebb a tenyereket, és domborítva gyere föl, picit gyere előre, helyezd súlyt a kezekre, majd engedd magad vissza, és gyere még egyszer, domboríts, és engedd magad vissza, utolsó, domborítasz, engedd magad vissza, és a következő domborítást megtartod fönt, és innen fölgördíted a törzset térdelésbe, és jöhet a másik oldal. Előre helyezed a másik lábad. Figyelsz rá, hogy a hajlított térd marad a bokád fölött. Kinyújtod a másik lábad hátul, betámasztod a lábujjakat, és végig aktív lábfarizmokkal fogod tartani magad. Törzset középen rádöntesz a lábra, de nem pihensz meg rajta, jó? Tehát aktív a teljes törzsizomzat, vállak lazák, kézujjak közelítik a szőnyeget. És jöhet, fordul, vissza. Kifordul, vissza. Fordul, ne kapkodj. Figyelj oda mindenre. Ugye ebbe is van egyensúlyozás, meg kell tartani magad, nem beleengedni a törzsed, teljesen aktív a lábizomzat is, és a hátizomzat is, és a hasizom. Fordul. 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 Jöhetnek a körzések. Hátul lévő láb marad nyújtva. Nézel a kar után, körzéskor is, követi a szemed, követi a fejed. Fordulás újra, és ugyanitt a karkör, nézel utána, másik, körbe,
kör van. Utolsó. Jó, megtart. Leenged a hátul lévő láb. Letámasztottad a kezeket. Behoz a láb. Hátra engeded magad. Picit megnyújtózol. Feneked lent tartod a sarkadon. Homlok a talajon. Karokkal nyújtózol, kézújjakkal, lapockákat elemelve a helyükről, majd picit belelazulsz. Picit várja, míg a légzés lelassul, majd hozd még közelebb a tenyereket, és jöhet a domborítás, jön picit előre a testsúly, majd visszaengeded magad. És újra domborítás, nagy cica hát, picit hozd előre a testsúlyt, engedd vissza, és még egyszer, bent a fej is, és vissza, és megtartod fönn cica hát. Jó, újra betámasztod a lábujjakat, hátul, nyitod a lábad, és föltolod magad. Próbálj teljesen ellazítani a vállakat, sarkak közelítik a talajt, és a teljes törzsed is laza most, fejed is bent lehet, nem kell tartani. És próbáld a törzsed teljes súlyát hátra engedni a lábad felé. Érzed a lábadban a nyúlást hátul. Picit tartsd még itt meg, majd óvatosan engedd le magad. Gyere egy picit hasalj le, most megnyújtjuk kicsit a lábat is, jó? Még jobban, az előn lévő izmokat, ugye négy fej combizmot. És húzd föl egyik sarkadat a fenekedre. És a karok segítségével húzd rá a fenekedre, miközben a hasadat beletolod, tehát aktív marad a hasizom. És a farizmodat is, tehát a csípő lapátot próbáld lent tartani folyamatosan. Jó, és óvatosan engedd el ezt a nyújtást, és óvatosan engedd el a lábad, és jöhet a másik oldal. Jó, ha a fejedet kifordítottad egyik irányba, akkor most fordítsd át a másik irányba, hogy úgy is tudjon lazulni a nyakad. Én nem teszem meg, hogy a mikrofon ne recsegjen, és lássatok ti is, csak karok segítségével húzod a fenekedre a sarkad, miközben azon az oldalon a csípő lapátot próbálod még jobban beletolni a szőnyegbe, a matracodba. Majd elengeded ezt a nyújtást, és óvatosan engeded el a lábadat. És gyere, told vissza magad, térdelő támaszba. Egyenesítsd a hátad, egyenesítsd a gerincoszlopod, térdek a csípő alatt, egyenes hát, tenyerek pedig a váll alatt, jó. És az egyik lábadat nyújtsd ki hátra, és a vele ellentétes oldalon a kart pedig told ki előre, tenyerek magatok felé néznek, és az ujjak szélével, támasztod a szőnyeget. És csak emeld meg a kart és a lábad, és engedd vissza. Emeld meg, engedd vissza. Törzs vonaláig emeld a lábadat is farizom segítségével, és továbbra is a vállizmodat használva. Szintén a törzs a fül mellé, emeld a kart. Gyere, még kettő. És a következőnél a kart megtartod fönt, és azt csak tartod, és folytatod lábmunkát. Emeled, emeled, teljesen stabil a törzsed, emeled, és még egyet, és picit tovább megyünk. Figyelj, emeled a lábad, és egy félkörívbe kiengeded oldalra, megérint a talaj, és vissza.
Törzs egyenes, derekat tart, válból tart a kar. Nyakad, fejed, a hátad, törzsed meg hosszabbítása. Vissza. És még kettő. Utolsó. Jó, és engedd le a kart. És újra engedd magad hátra. Picit tartsd meg, majd gyere egyből vissza, és abba az irányba told ki a medencét, csípőt, amelyik lábad hátul volt, és dolgozott. Gyere vissza, domboríts, és told picit a másik irányba. Gyere vissza, térd előbe, domboríts, cicahán. Told ki a feneked, és domboríts, és told ki, és ott zárjuk, ahol kezdtük ezt az oldalra. Nyújtást, tartsd meg pici, és már is gyere vissza, és egyenesedj föl, térdelő támasz, vedd föl az előbbi térdelő támasz helyzetét, egyenes hát, egyenes gerincoszlop, tart a has, tenyerek a vállalat, térdek, pedig ugye a csípő alatt, és kinyújtod hátra a másik lábad, és a vele ellentétes kezedet, pedig előre, nem vából nyújtózol, a törzs nem esik le, kis új szél ujjak szélével érinted a talajt, és jöhet az emelés, enged. Csak egy kar és a vele ellentétes láb mozdul, farizmok és a vállizmok segítségével emeled a két végtagot a törzsed vonalába. Ugye egy hosszú, egyenes vonalt láthat az emelés végén, aki oldalról rád pillant. Törzsed meghosszabbítása a kar és a láb. Gyere még egyen, és a karodat tartsd meg fönt, a láb dolgozik tovább. Emeled. Emel a láb, nem enged bele a derék, nem nyújtóztatod túl a nyakad, nem is ejted le a fejed, egyenes a gerincoszlop. És a következő körnél jöhet a félköríves lábmunka, megérinted lábujjakkal a talajt, a spicceddel, a kar tart. Ugye mindösszesen egy tenyérnyi, egy térnyi, meg maximum a lent lévő láb oldalon, lábujjad a cipőben, vagy a cipő nélkül leér a talajra. Próbáld nem betámasztani a lábujjakat, jó? És a törzs marad stabil. És az utolsó kettő jön. Tartsd vából a kart, tartsd a hasad, egyenes a gerincoszlop. És vissza, és lenged a kar, és jössz hátra. Picit maradj itt. Majd gyere föl, domboríts egyet, és abba az irányba ülj ki először, amelyik lábad dolgozon. Majd jössz vissza középre, domborítasz, és kiengeded a másik irányba, és még egyszer, és domborítasz. Most jön nagy domborítás, és itt is ott fogjuk zárni azon az oldalon, ahol elkezdtük, egy picit megtartod itt. Majd gyere vissza középre. Picit üljünk be törökülésbe, mindkét oldalt. Megnyújtjuk picit a csípő körül izmokat. És csak gördülj, lelazítjuk ezzel a törzset is. Maradj itt.
jó, és gördülhetsz föl, öled meg a térden, domboríts egyet, hátra fújt ki a levegőn, majd egyenesen domboríts hátra, és innen kényelmesen, laza nyújtózással elől jöhet egy körzés, aztán jöhet a másik irányba, és gyere még egyszer, hagyjuk picit ezekkel a lazítós, mobilizálós, nyújtós mozgásokkal regenerálódni a testet, hogy még az utolsó feladatokat tartsd meg. Ugyanolyan hatékonysággal, majd szívbe a levegőt nyújtasz föl, lazítsd a vállad néhány körzéssel. Jó, mozgasd is meg, lazán, picit előre. Jó, és megyünk lefelé. Engedd le magad hanyatt fekvésbe. Jó. És told össze a talpakat, és engedd ki a lábakat, így két irányba. Jó, és a karokat is engedd ki oldalra. Ez most így egy tök kényelmes helyzet. Jó, és innentől elkezdjük már figyelni, és gyakorlattá változtatni ezt a kényelmes pozíciót. Jó, feladat csak annyi, hogy lesimítod a derekad erőteljesen a szőnyegre, majd kiengeded, és szorítsd le, és engedd ki. Szorítsd le a derekad teljesen, engedd ki. Szorítsd le, engedd ki, és a következőnél leszorítod, és ott lent megtartod. Ugye érzed, hogy picit megfeszíti a farizmokat, és itt megtartod. Ugye most már nem annyira nagyon pihenős, de még mindig kényelmes a pozíció. Picit billensd lefelé az állad, és a nyakadat is próbáld egy kicsit közelíteni a talaj felé, hogy a teljes gerincoszlop az egyenes kiegyenesedés fele tendáljon ezzel. Jó, és most csak mindezt megtartva összehúzod a lábakat, ugye a lábizmok segítségével végig lent marad a derekad. Húzd föl, zárd össze. Lassan mozdulj, mindenre figyelj. Egy pillanatra sem emelkedik a derekad, és használod comb belső izmait is, és húzod vele össze a lábakat. Jó, arra nem kell nagyon törekedni, hogy lesimítsd teljesen a nyakad, jó? Csak egy picit, ugye, meg van billentve, és ezzel ugye a nyaki tájon a gerinc görbület egy icipicikét közeledik az egyenesítés felé. Jó, és arra is próbálj figyelni, hogy amikor engeded ki a lábad, az se egy ilyen lazító kiengedés legyen, hanem ott is próbáld, ahova kimegy magától, még próbáld onnantól kezdve, hogy a farizmokra még jobban ráfeszítve kifele is közelíteni a talajt a lábakkal, a térdekkel. Tehát használd teljesen hatékonyan, lent tartva ugye a derekadat közbe, a lehető összes izmodat, utoljára. Jó, és tartsd meg kint, lent a derék, és jöhet a törzsemelés, összeérint a tenyér plafonnál, és föl, és vissza. Fújd a levegőt, itt is lassan mozdulj, és próbáld tényleg, amennyire tudod, közelíteni magad, kézfejeket, tenyereket, kézujjakat, arcodat a plafon felé. És ha még érzed magadban a hívást, akkor hozzákapcsolhatod az előző lábmunkát. Jó, gyönyörű, csípő körüli izmok formálására való gyakorlat. Úgyhogy merem javasolni. Jön a bikini szezon.
jó? Tartsd meg a lábmunkát, ha megy, a kar fog változni, emeled, és ugye a fej mögé, és mindig visszahozol, fej mögött összekulcsol, és vissza. Figyelj rá! Ugye itt sem a mennyiségen van a hangsúly, ugye ez nem az az óra. Minél többet emelkedj, legyen meg a végpóz, ami ugyanaz, mint a kezdő. Tehát leér a tarkó, leérnek a vállak, leérnek a kézfejek, a két térd és a láb erőteljesen farizmok segítségével kifele tart, a talaj irányába mindkét oldal, és a derekad végig lesimul. És fel. És még egy, és most tartsd meg fönn. Marad a derék lesimítva, és megpróbálod fölhúzni párosan a lábad, és visszaengedni. Figyelj rá, jó? Jól csinálod. Nem könnyű lent tartani a derekat. Hozd föl, csak addig engedd vissza a lábad a levegőből, amíg lent tud maradni a derék, és tartod. Ugye ez most egy picikét megkönnyíti a nyakadnak, hiszen a karod megtartja, és tartod fönt a törzsed, és most megmaradt fönt a láb. És maradj itt. Engedd vissza a törzsen, engedd vissza a lábad, fordulj el egyik irányba, húzd föl csípőig, vagy köldökig akár a lábakat, ráfekszel, és most már innen könnyebb, jó, de legyél rá tudatos, kinyújtod a kart előre, vállmagasságba, és csak átfordítod a törzset, karod másik irányba, és hozod vissza. Átfordítod. Megy a törzs is, hozod vissza. Fordulsz. Jössz vissza. Fordulsz. Jössz vissza. Fordulsz. Jössz vissza. Fordulsz, jössz vissza, és figyelj, és vezeted végig a talajon körbe, és jössz vissza. Ez már egy teljesen kellemes, lazító gyakorlat, de legyél rá légy szíves tudatos. Végig csúszik a kar a szőnyegeden, a lehető legnagyobb ívbe dolgoz. És ugye a lábmedence stabil. És gyere még egyszer. És visszahozod. Jó. És szépen fordulj át a másik oldaladra. Én így fordulok, hogy lássatok továbbra is, jó? Te pedig csak fordulj át, föl van ugye húzva csípő magasságig, vagy akár köldökig a két lábad, stabilan lent a medence is, ráfekszel az alul lévő karra, kinyújtod a kart előre, nem vából nyújtózod, két vál egyenlába. És jöhet a törzs átfordítása karral, és hozod vissza. Fordul. Itt is lassan mozdulj. Egyáltalán nem nehéz, inkább már csak egy mobilizáció, lazító, de mégis természetesen izommunka nélkül nem fog megtörténni. Követed a szemeddel, a fejed, nyakad is fordul. Ugye, amire itt figyelni kell, van akinek esetleg nem megy olyan könnyen, hogy fordítod a törzsed, akkor ne forduljon a medence, ne emelkedjenek a lábak, jó? Tehát a stabil, annyit fordulj, amennyit így tudsz.
Illes tudatos ez a munka, és fordul, és jön az utolsó, fordul, és jöhet a másik irány. Tekered, érinti végig, nyugodtan az alul lévő kart, ezt behajlíthatod, ahogy én is tettem, hogy ne zavarjon be, és ne kelljen a kart emelni, és a hajlított karra tudod helyezni a fejed, de ugye itt is fordul utána a fej, és továbbra is, ugye a medencétől lefelé, teljesen stabil a tested, és gyere még egy kör, és készen vagyunk a mai napra, fordulj át hanyat fekvésbe, és nyújtózkodj meg, karokkal fölfelé, átfordulok a másik irányba. Ez már csak az én megszokásom, nyújtózkodj közbe, mindkét karral fölfelé, mindkét lábfejjel sarkakkal lefelé. Jó picit ellentétes karlábbal. Másik irányba is, majd utoljára együtt, majd lazulj bele, nyugodtan hajlíthatod a karokat, egy szét a lábfejeket, sarkak befelé, lábfej kifelé, laza csípő, ha jól esik, hozhatod oldalra, vagy akár lefelé is a karokat, legyen teljesen pihentető, és kellemes, kényelmes a testhelyzeten, behunyhatod a szemedet. És csak egy-két lassú, egyenletes légvétel legyen még. Jól megérdemelt munkád után. Majd mozgasd meg a kézfejed, mozgasd meg a lábfejeket néhány körzéssel, csuklókörzéssel, lábfejkörzéssel. Majd húzd fel az egyik lábadat, öleld át, és a karok erejével picit közelítsd a vállak felé, magad felé, tartsd lent az alul lévő nyújtott lábad. Ha meg akarna emelkedni esetleg a sarok, akkor feszítsd vissza a lábfejed, és told bele a sarkadat a szőnyegbe. Karok erejét használva pedig közelíten a térdedet a vállad felé. Jó, majd óvatosan engedd ki a karok erejét, és nyújtsd fel a lábad. Fogd rá, vagy mindkét kézzel a lábadra, lehetőleg minél közelebb a bokád felé. Jó, de ne kapaszkodj bele, ne emeld a törzset, hogyha teljesen laza törzsen lent lévő fejjel és laza vállakkal, mondjuk csak itt tudod megfogni, akkor csak itt tedd meg. Jó, és vagy két kézzel, vagy a lábbal ellentétes kézzel. Jó, és itt is picit kezd el a karok erejét használva húzni magad felé a lábad. Itt is nagyon fontos, hogy az alul lévő láb sarka lent maradjon a szőnyegen. És óvatosan engedd ki a karok erejét, hozd vissza a lábad, hajlítsd be ellentétes kéz a térdem, másik oldal, elfordítod a csípőd, és a lábakat, térdet közelített keresztbe le a talajra, miközben a fejed a nyújtott kar felé néz. Picit tartsd meg. A lábadon lévő tenyérrel egy picit még közelíthetsz a talaj felé a térdeken. Jó. Majd fordulj vissza, cseréld meg a kartartást, és engedd ki a másik irányba, egy picit tartsd meg a lábadat itt. És
és innen nyújtsd le a másik mellé, és amikor leért, akkor húzd föl a másik térded, öleld meg, és már is kezdheted húzni a térded karok erejével a vállad felé, alul lévő láb lent marad a talajon. Jó, picit kienged a kar, és fölnyújtod a lábad, megfogod, ugyanúgy, mint a másik oldalt, lazák a vállak, laza a törzs, nem emelkedik a fej, és így, amilyen közel tudsz a bokád lábfejet környékére fogni, ott teszed meg, nyújtva van a tér. Ha csak egy kézzel fogod a lábad, akkor ez a lábbal ellentétes kar legyen. És jöhet ismét a karok ereje, és elkezded közelíteni magad felé, törzsed, mellkas felé, nagyon figyelj, hogy alul lévő láb, sarka lent marad a talajon. Majd óvatosan, fokozatosan engeded ki a karok erejét, visszajön a láb, behajlítod, és fordítod keresztbe fejedet a másik kar irányába. És próbálod, vagy egy picit csak megtartani itt ezt a keresztbe vitt lábhelyzetet, csípőd, vagy ha még úgy érzed, hogy jól esik, akkor nyugodtan a tenyér erejével picit közelítsd a térdeket a talaj felé. Jó. Majd fordulj vissza, a kartartás csere, és told ki a lábad másik irányba. Picit tartsd meg. És húzd vissza mellé a másikat, és picit a tenyér erejével újra told szét a lábakat le a talaj felé. Lazítsd ki, ha jól esik, egy picikét gyúrd meg a combod belső részét, most oda is dolgoztunk, picit lazítsd ki. Majd zárd a lábakat, fordulj egyik irányba, told föl magad. Terpeszülés, majd zárjuk az órát, és gyere, engedd magad előre, egyenes háttal. És nyújtózz előre, csak néhányszor, próbáld nem beejteni a lábakat, a lábfejeket csípőből, jó? Nem kell visszafeszíteni se, csak ne esd be. És sétálj előre felé karokkal. Picit tartsd meg, maradj itt. Jó, majd lazulj bele. És a tenyerek segítségével told vissza magad. Jó, ha jól esik, egy picit szűkítsd be a lábad, de maradj itt, jó, ebbe a terpeszbe, egyenes a hát. Jó, lazulj bele, billentsd el a fejed, fogd rá, ellentétes oldalon a tenyereddel, másik tenyereddel kezd tolni a vállat, húzd a fejed, ne essen össze a törzs. Egy picit egy ilyen félkörívbe, gyere a másik irányba, és ott is csavard el magad. És gyere vissza. És vegyél levegőt. Szívd be. Fújd ki még egyet. Szívd be. És fújt ki a levegőt, és nagyon kedves egészségetekre, örülök, hogy velem voltatok, visszanézhető az óra, legközelebb találkozunk, további szép napot, szép hetet kívánok, sziasztok!